Köszöntök mindenkit, itt vagyunk Dunaújvárosban, a Dunaferr előtt. Itt tüntetnek a vasmű munkásai azért, mert gyakorlatilag most már hónapok óta hitegetik őket, egyre inkább nehéz helyzetbe kerülnek. Most az itt dolgozók 99%-át úgynevezett állásidőre küldték, ígéretet sem kaptak arra nézve, hogy mikor dolgozhatnak újra. Újra csak bebizonyosodik az, hogy a kormány részéről annak idején hiba volt a brit-indiai Libertyre bízni a vasmű irányítását, ugyanis már akkor lehetett tudni, hogy komoly likviditási gondokkal küzd a cég, ez egyre inkább bebizonyosodik, úgyhogy azt ki kell mondanunk, hogy a kormány mulasztása is okozta ezt a helyzetet, úgyhogy szeretnénk, hogyha a kormány beavatkozna és olyan tulajdonost keresne, aki jó gazdája ennek a nagymúltú Dunai vasműnek, és aztán nyilván hosszabb távú stratégiaként azt is ki lehet tűzni célként, hogy újra állami kézbe kerüljön, ugyanis ez egy nemzeti stratégiai szempontból fontos vasmű. Eljöttünk most ide dr. Apáti Istvánnal, a Mi Hazánk országgyűlési képviselőjével, ugyanis meghívtak minket, tehát nagyon fontos, hogy mi nem rátelepedni szeretnénk az ő kezdeményezésükre. Itt dolgozók hívtak meg minket, mi természetesen jöttünk és próbálunk segíteni nekik a lehetőségeinkhez mérten, és nyilvánosságot biztosítani ennek a kezdeményezésnek, ennek a tüntetésnek, és tényleg csak azt tudom mondani, hogy teljes mellszélességgel kiállunk a Dunai vasmű dolgozói mellett, és nyomon fogjuk követni az eseményeket csak úgy, mint ahogy azt eddig is tettük. Nagyon fontos hangsúlyozni azt, ami az előbb már elhangzott Lantos János szájából, hogy nem rátelepedni akarunk erre a rendezvényre és erre fontos a túlélés szolgáló kezdeményezésre, hanem segíteni akarunk. Azt szeretném most röviden elmondani, hogy országgyűlési képviselőként én miben és hogyan tudok segíteni. Szeretném előjáróban leszögezni, hogy nem egy budai messiás vagyok, hanem egy húsvér parasztember, ezért csak olyat mondok, ígérek, amit biztosan be is tudok tartani. Az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési Bizottságának elnökeként megkísérem napirendre tűzni, az egyik bizottsággyűlés napirendjére tűzni ezt a nagyon fontos, több ezer embert, több ezer család megélhetését érintő témakört, hiszen az tarthatatlan, hogy több ezer magyar dolgozó, több ezer magyar melós 33-35%-os fizetéscsökkenés szenved el az évek óta szágódó infláció közepette, tehát minden 100 forintjukból legalább 33 vagy 35 forintot lefaragnak, és ezt is egyre nehezebben, egyre inkább akadozva fizeti ki ez a nagy multicég. Azon kívül pedig, hogy a bizottság napirendjére fogom tűzni vagy tüzetni ezt a témát, a Magyar Országgyűlésben és az illetékes minisztériumnál, vagy minisztériumoknál is eljárok annak érdekében, megteszek minden tőlem telhetőt annak érdekében, hogy ezt a kérdést hosszú távon, vagy leginkább véglegesen rendezzék, megkapják a dolgozók a pénzüket ennek az évnek a hátralévő részében és ezt követően is, hiszen a Dunai vasmű dolgozói, a Dunaferr, az itt dolgozók ettől sokkal többet érdemelnek, tehát minden létező eszközzel megpróbálok segíteni az embereknek, aztán nyilván ehhez kell a kormányzat együttműködése, a kormányzati partnerség. Én magam részéről felszínen fogom tartani ezt a témát, kiállok az emberek mellett, és rajtam, illetve a Mi Hazánkon nem fog múlni az itt élő embereknek a jövője. Itt áll mellettem Magyar Zoltán, a Dunaferr DV Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke, lezajlott a tüntetés. Hogyan értékeli a tüntetést, és mi jelenleg a helyzet, mik a kilátások? Nagyon szépen köszönöm, üdvözlök mindenkit. Nagyon jónak értékelem a részvételi arányt, ugye ezt tudni kell, hogy itt lassan másfél napja esik az eső. Kicsit félő volt, hogy a kollégák majd megijednek ettől. Facebookon hirdettük, hogy az eső ellenére is mindenféleképpen meg fogjuk tartani a rendezvényt, ez nem lesz gátja a demonstrációnak. Én úgy értékelem, hogy nagyon nagy létszámban voltak itt a munkavállalók, ugye nagyon sokan már állásidőn tartózkodnak egy jó ideje, nagyon sokan új munkahely után néznek, pótolni próbálják a kiesett keresetüket, ennek megfelelően ugye korlátozva vannak sokan abban, hogy ki tudjanak ide jönni, mégis hatalmas létszámban. Én nem emlékszem arra, hogy ekkora létszámban demonstrációnkon részt vettek volna. Igen. És akkor lesz folytatása is, hogyha nem áll be változás, gondolom. Hát bár ne lenne, persze, folytatása, szeretnénk, de nem hagyhatjuk most ezt a tüzet kihűlni. Sajnos egyelőre semmilyen garanciát nem kaptunk még arra, hogy a jövőben mi fog történni, illetve hogy mikor fog újraindulni a gyár. Nyilván ígéretek vannak, mint ahogy voltak is korábban, de sóra megdőltek ezek az ígéretek, úgyhogy garanciákat szeretnénk kérni. Köszönöm szépen, és akkor további sok sikert szeretnénk kívánni. Köszönjük.